Köszönöm szépen a szót. Hát, drága Kósa képviselő úr, a helyzet az, hogy szerintem jelenleg nincs benne az alapvető élelmiszer áfacsökkentéses javaslatunkban a szikvíz, az ásványvíz, de van egy javaslatom, nyújtsuk be közösen az alapvető élelmiszerek összességére vonatkozó 5%-a történő csökkentését célzó javaslatunkat, és akkor hozzáteszünk az alapvető élelmiszerekhez a ön által hiányzanyolt szikvíz, ásványvíz vagy egyéb üdítőital. Ezt teljesen önre bízom, amit szeretne. Tényleg, amit szeretne. Másrészt viszont, hát azért egy pillanatra álljunk meg, tehát hogy nagyon szép, hogy önök ezzel a törvénnyel próbálják megvédeni a pici sörfőzdéket, hogy a multinacionális cégek kiszorítják őket a piacról. Egyébként ez igaz, és egy fontos célkitűzés, de azért illő tisztelettel szeretném megkérdezni elsősorban a kormány képviselőit, hogy hol a túróban volt a gazdasági és versenyhivatal az elmúlt 10 évben? Önök által kézivezérelt GVH milliószor tudott kiállni, például ugye a sajtótermékeknek az egybe terelése időszakában az önök érdekei mellett, de hol van a GVH, amikor igazán szükség lenne rájuk, és amikor valóban nekik el kéne végezniük azt a feladatot, amit most szegény Kósa képviselőtársam kénytelenít akkor a reggeli órában elvégezni. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy valid kérdés, és egyébként ha már a kereskedelmi törvénynél tartunk, akkor Kósa képviselőtársam mikor és milyen javaslatot kíván benyújtani annak érdekében, hogy azok a kis családi és mikrokereskedelmi vállalatok, akikről érdemtelenül mindig elfeledkezik a parlament, támogatást kapjanak, a versenyhátrányukat kiegyenlítendő. Köszönöm szépen.